az Alice Csodaországban eredeti szövege, valamint Fábri Péter azonos című zenés felfordulásnak nevezett kétrészes darabja alapján Mácsai Endrének a Szabadkai Népszínház művészének rendezésében vitte színre a társulat. A 15 éven felüli fiatalokat és a felnőtteket megszólító előadás négy szereplője, Nagy György Anikó, Nagy György Júlia, Farkas Denisz és Török Krisztina bámulatra méltóan tolmácsolta a darab hagyományosan és jelnyelven megfogalmazott, zenei betétekkel fűszerezett mondani valóját. Segítséget kértünk egy magyarországi lánytól, a Kisikát, Fekete Gál Mariettától, és vele sajátítottuk el a jelnyelvet egy hét leforgás alatt. A 12 évvel ezelőtt megalakult Hinga Művelődési Egyesület a kezdeti próbálkozások után a színjátszás mellett kötelezte el magát. Ma három, elsősorban noszaiakból álló társulata működik, de vannak tagjaik Hajdújárásról, Királyhalomról és Palicsról is. Az Alizzal már sokfelé jártak, és mindenütt kiválóan fogadta a közönség a szokatlan darabot. Mindenkit más szemszögből fog meg ez az előadás. Maga a hangulata az előadásnak egy nagyon, nagyon átütő hangulata van az előadásnak, és tulajdonképpen mindenkiben egy más gondolatmenetet indít meg ez az előadás, hogy végignézi, de pozitív visszajelzéseket kaptunk mindenhonnan. Én mondom, te mutatod, kommunikálunk, kézzel, lábbal. A lényeg a kommunikáció ember és ember, nyelv és nyelv, többség és kisebbség között. Áll a darab ajánlásában, amelyet a KNESA Oktatási és Művelődési Intézmény szervezésében láthatott a magyar kanizsai közönség.